ápolt, itt tiszta voltunk. Minden. Hol voltunk? Itt voltunk, nem voltunk ott ki. Az a box, látom, ami mondta, hogy hol néz ki, mint a... Itt a szék! Florida. Itt a szék! Szék. Sziasztok vissza! Sziasztok! Újra, ez a második rész a Fullerton városra, mert az első rész csak ide jöttünk és dumáltunk. Viszki, viszki újat is, vízbomba. Itt vagyunk Fullertonba. És... Ez az apartments néző, kicsit valahogy régi. Nagyon hegyen van, mert bel van dugul a fülem. Ja. De nézd milyen aranyos hely, oda akarok menni, mert kíváncsi vagyok, mert ez egy kicsit régibb hely, de akarok megnézni milyen, hát ha látszik, hogy mögöttem milyen telep, milyen, mennyi föld van nekik, hogy, hogy megy ez az egész. Úgy ennék most egy túlrorodik. Még egy lángost. Úgy mondta nekem erről a lángosról, és már úgy megkívántam, kéne menni hozzá. Na, de szép! Ó, de szép! Szóval itt vagyunk. Ó, de szép! Nézd, nem minden egyforma, és mégis egy stílusban van. És minden más, és milyen kis igen. Csinos, tiszta, aranyos, és nem olyan doboz, hanem hoppa. Olyan, nézd meg, kis házi, kis szobácskak vannak, kis... Ó, de szép! Garázsajtók is szépek. Yeah. Nem olyan bumszli, nem? Nem ilyen szép. Kikapcsoljuk. Mindjárt fog dumálni. Ó, mekkora nagy itt körtözöm. De ez tovább mehet. Nézd mekkora házuk. Úgy kicsi előre, de ilyen elég hosszú. Nem nagyon kert van neki. Nem nagyon látom. Látom a másik ház mögötte. Ennyi minden zöld. Milyen Nápolyt, nézd meg, rózsák, minden. Fű, vágott, minden gyönyörű. Yeah. Valami vietnámi ott. Kis pálmafa. Mi a pálmafa itt? Uh-huh. Ezek a törpe. Holnap lesz kukanap, mert kihozták kukanap. A kukákat. Yeah. Ezek itt a kukák, kihozzák, mikor kukanap van. Ő ide bemegy. Dom. Milyen aranyos, nézd meg. Ki dom? Valamikor itt vannak coyotes. Úgyhogy itt nem szabad kiengedni a kiskutyákat se. Elkapják. Nekem a ismerősnek úgy a macskát megették. Szegény. Milyen... Itt van egy olyan app, hogy ilyen Citizen, és ott emberek, figyelj. Akik ott laknak, ahol laksz. Figyelj, vannak kapuk. Mi? Kapuk vannak nekik. Nézd meg, driveway, és utána kapu. Ilyen kis... Figyelj, mekkora azok a házak. Nagy. Nagy, ott a kapu van, és oda besítem. Fent meg valami bicikli trail. Hiking. És van app is a mi app, hogy, ilyen, ja, hogy mindenki, aki körülötted lakik, ott ha valami crime, valami betörések történnek, akkor írnak, és akkor tudod, hogy mi folyik sokszor körülötted. Sokszor embereknek van kamera, igen, és ők tudnak látni szomszéd, vagy valami. Hogy például sokszor tették be, hogy itt a kamera, ami ajtó felvette, hogy ez az ember lopja postámat. Van valaki, aki ismeri ezt? Az nem szabad, az 50 ezer büntetés. Odan. Szóval posta. Ki tudsz tenni egy videót, hogy ez az ember ellopta a postámat. Bizonyíték mi? Aztán valaki, egy nő posztolt, feltette, hogy eltűnt a macskája. És így néz ki a macska, tette képet, aki itt laki körülöttem, ha látja, légy szíves, szóljon. Aztán egy másik ember írt neki vissza, küldött videót, ami az ő ajtó felvettem, ajtó mellett van kamera, és felvette videó, hogy a coyote megette a macskáját. Ó, kellett volna neki ezt küldeni. Inkább ne küldjön ilyen videó. Gondolj, ez az ember most ezzel fog élni. Mennyiben? Nem, ez elég kellett volna, hogy ő látta, nem kell ilyen posztulni. Gondolj, milyen rossz ez. Én nem akarnak ilyet látni. De milyen csinos hely, mi? Nemrég csináltak az utat, nézd meg. Nem tökéletes. Nem, itt látszik egy kocka. De gondolj, hogy ez HOA fizeti, vagy tőlük szednek a pénzt? Nem HOA. Most sok helyen, szóval mert van egy ilyen... Mert aki ott lakik a házban, mit érdekel, hogy mi van, mi folyik ezen a részen itt? Van olyan házak, amikor benne van, amikor veszel, olyan, hogy a HOA plusz, valami M, valami, okay, valami neve van. És milyen szép itt volt a házak, nem akartam látni, milyen mentünk, volt. Itt mentünk át. És hogy a tulajdonosok építene, felelősök az út részről, ami a ház előtt van.
Az nagyon rossz, mert például, ha csöveket kell cserélni, vagy valamit, érted? Akkor neki ennyi. Akkor neki még ennyi, mert ez nekik a... Ez nekik a saját zsebből, gondolj, mennyibe kerül egy utat megcsinálni. Ja, visszatenni ezt az aszfalt, mint mindennél, csöveket lecserélni. Ez nagyon kell az embereknek, hogy ezt megcsinálják. Azért kell, mielőtt veszi a házat, ember kell kérdezni, hogy a... én elfelejtem, hogy mi a neve, de minden agent az tudja, hogy mi ez. És az nem szabad ilyet venni. Unless you have... neked sok pénz van. Jó, van, mennyi nem? Leesett a kocsijuk. A kipukkadt a kerekük. Bentley. Hát kerék kipukkanthat az... Hát neked emlékszel, ha ilyen kipukkant? Oh my god. Ülök este 10-kor otthon és hív. Anyu! Kipukkant a kerekem! Hajnal ilyen éjszaka van! Az valami hajnal 2 volt. Ja, nem, az valami hajnal volt. Ja, hajnal 2-kor. Valahonnan jött haza valami is. Még soha nem volt pukkant kerekem. Így, jó, hogy nem volt semmi trafika az úton, mikor a sütét volt. A nagy pályaút közepén. Te hova mész? Te, arra ember, van a hely. Ez fordul. Igen, fordulok, ha nézzük a hegybe. Te hegybe fordulsz? Nem fejjel, okay. Nem fejjel, nincs ott semmi. És volt neki egy ilyen AAA, egy ilyen company. Pont jó, hogy volt, mert ez csak a régi kocsira érdemes venni. Új kocsinak ez benne van a kocsinak, ilyen road assistance. És utána új kocsi, ez egy új kocsi, ez nem... Valószínűleg nem történik vele olyan dolgok gyorsan, de a használ kocsi, szóval fizetsz valami $70 évente, és benne az árban van, hogy azt hiszem kétszer évente jönnek hozzád kereket cserélni, vagy benzin adni neked. Valamennyi ott, valamennyi, szóval, ja, Kajori, ja, érdekes. Ez egy vad kutya, Kajori. És emlékszel, láttunk egy? Ja, meg és még benne van valami, hogy 15 miles, vagy mennyi húzzak a evacuator, szóval húzzak a szereléshez, és utána a többi miles, azt ki kell fizetni, valahogy ilyesmi. És neki pont volt ez. Szerencsénk volt, és nem kerül semmi, semmi nem fizette. És jött, lecserélt a kereke neki. Oly, de ez aztán... Ja. Anyu! Látom a kerekem! Ja, mondom, nyugodj meg. Kivel AAA, nyugodj meg. Szégyen, hogy miket mondasz embereknek róla. Ha jó, az bárkivel történhet. Ez jó tudni, hogy van ilyen megoldás, hogy van ilyen AAA, és nem kell panikba esni, mert ez a legrosszabb. Akkor az ember nem tud gondolni. Még soha nem történt el, mi kell erre nézni olyan, mintha nem veled történt, hanem valakinek másnak, és mit javasolna neki ebben a helyzetben. Jó, ez könnyű mondani, persze, ez könnyű mondani. De ha úgy az ember így gondolkodik, így próbálkozik legalább. Akkor így kicsit lazább kell lenni. Ha nem tudsz a hisztivel, nem tudsz semmi segíteni, csak mondom, nem tudsz gondolkodni. Emlékszel, Connecticutban milyen szép házak láttunk? Az aztán nem semmi. Ott egy sátor. Itt nézek gyerekeknek, egy sátor. Hogyha visszafele madulják. Nem tudok menni kempingelni, itt kiteszik a... Lehet, hogy ez a rokonok jöttek. Nézd meg, itt ki lehet menni hájkolni, vagy valahova, érdekes, mi? Régen volt egy tévéshow, vagy az volt lehet, hogy documentary, dokumentum. Milyen szép ház, nézd, milyen szépek. Hogy ilyen suburb helyeken, ilyen suburb helyen, hogy milyen ilyen hogy könnyű rabolnak, vagy a... Milyen dirty secrets. Titka, koszos titka, nem koszos, hanem a... hogy kell mondani? Oké, hogy kell ezt mondani? Secrets az titkai. Milyen sötét titkai, vagy hogy kell mondani? Igen, sötét, igen. Dirty, ez koszos titka, hogy nem mondjak. Nem. De olyan... Pedig az nagyon jó szemben. Hogy... hogy olyan dolgok, amit nem mondanak embereknek, ha nagyon jó. Nézd meg, pálmafa virágzik, ez a kicsi, ó, de szép. Ha, de érdekes nagyon volt. Nagyon forró banán. Nagyon érdekes volt, ha.
hogy ilyen suburbbe. Ott a community pool, a medence. Uh-huh. Ha fizetsz. Aki itt lakik, oda tud menni. Ha fizetnek érte. Hogy ilyen suburb helyben, hogy mi folyik bezárt ajtó mögött. Sokan vesznek Kína. Ja, hogy ilyen families mit csinálnak. Akkor ez bárhol is történhet, hát nem csak szabad. De hogy ilyen szabad. Oké, okay, én csak kötözködök, oké. Okay. De milyen szép ezek a nézmek a fá, amíg minden lenszkét. Amerikaiak vettek Kínából, vagy Ázsiából ilyen nannies, és én illegálisan otthon tartják, és garázsba alszik. Nézd ez a fa. Nézd, vágott. Oh my goodness. Meg hogy... Mi garázsba alszik? Menj egyenesen. Itt még szép, itt még szép. Igen, hogy Kínából vesznek ilyen garázsba nőket. Ez milyen? És akkor ilyen nenit csinálnak belőle, hogy a gyerekeket... Hogy olcsó legyen. Igen. Mert nagyon drága az óvoda, 1500 havonta. Ott sokan... van még egy pálmafa úgy virágzik, de érdekes. Nem láttam ilyet még. És sokan úgy vernek ezeket a nőket, meg utána ilyen slave csinálnak, hogy ilyen... Mi ez a slave magyarul? Rabszolgák. Te jobban tudok magyarul, mint te, vagy mi? Rabszolgáknak vesznek Ázsiából ez nőket. Ez nem szabad így csinálni. Ilyen, hogy takarítsanak, hogy minden. Ez és ha rosszak, nem fogadnak szót, akkor meg éheztetik. Slow down. Nézd meg, itt van valami lépcső, az oda felmennek, ott bicikli, vagy a walking, sétálni. Valami kutyával ott látom lehet sétálni, ott a zacskó kutyának. És ott házak is fent vannak, de érdekes. De érdekes. Én laknak egy ilyen helyen, mert ez ilyen csendes, nincs trafik. Házak nincsenek egymás mellett, olyan, mintha valami szardina, tudod, a... Milyen szép. És nem nagyon régi, és nem nagyon új. Szóval van sok zöld, de nem over grown, tudod, nem olyan nagyon-nagyon pókos ilyen. Nézd, milyen szép. Itt van még egy virágzik, itt az ideje nekik virágozni, ennek is jön ki. Hát érdekes. Ó, de rendes volt, nézd meg, nem kellett volna kérni téged bemenni. Itt nincs más. Wow. Hegyen vagyunk. Wow. Nézd, milyen sok virág van, milyen ápolt, milyen igényesek az emberek, mi? Mm. Milyen más, mint a Florida? Oh God. Ott is vannak olyan helyek, de nagyon ritka. Yeah. Aki Floridából lakik, ez nem akarom megsérteni senki, ha valaki ott szereti, akkor nagyon lucky, nagyon, hogy kell lucky mondani. Szerencsés, nagyon szerencsés, mert ott aztán élni az... mi nem tudtunk, nekünk nem jött be. Nem jött be. Pedig mi voltunk Floridában mindenhol. Mi nem voltunk... mi csak tudod, hol nem voltunk? A Pensacola. Az ott nem voltunk. Mindenhol voltunk. Össze-vissza nézünk. Két és fél év mi... Mennyi vezettünk oda? Minden másik nap vezettünk valahova. Aztán nekünk ott minden ismerős nem jó. Milyen park. Mi onnan jöttünk, én láttam ezt a vigyót. Ja. Ezt a oszlop, mi az? Végre nagyon aranyos helyek. Nagyon tiszta, nagyon csendes, olyan családi, olyan tökéletes családi hely. Nézd meg, újra itt vagyunk, körbe-körbe mentünk. Ott fent van ilyen nagyobb házak. Tudod, hova kell még menni? Corona, Riverside? 10 miles per hour, ez a leglassúbb a fordulat, ami Amerikából láttam. Recreational Trail, valami Nora Katner. Ez valami hike. Milyen jó, aki itt lakik, neki rögtön ott a hike. Viszont este itt vezeti. Amik a hajléktalanok is maszkálhatnak ott, nem? Úgy értem, hogy ezek a road. De mondjuk van itt lámpa. Van lámpaja. És nézd meg, az oszlopok ilyen nem fa, hanem ilyen cementes. Nagyon nagy. Amúgy közel van Los Angelesben, nem? Los Angeleshez. Nem? Aki ott dolgozik, tud itt lakni, mert itt olcsóbb, mint a elejében, nem? Van más hely, ami szebb, mint ez, hol voltunk egyszer? Downey, azt hiszem, ott gyönyörű. Jó, ott nagyon drága házak volt. Figyelj, oda kell menni, ahol mi mentünk a Long Beach-be. Oda is kell menni, nagyon szép hely volt. Marina Del Rey. Milyen rossz az út, nézd meg.
Hol laszt ilyen utat? Csak fogadom. Pedig nem olcsó. Pedig nem, nem. Az iskola. High school. Itt már egy kicsit másféle házak vannak. A régi is. Nézd meg, milyen régi. Nagyon-nagyon régi. Látszik, hogy már ilyen ramat, ilyen el. Egy kicsit... Felfele. Igen, kellett volna te kocsida jönni. Kell még több ilyen estate-szelbe menni. Uh-huh. Ott sétálnak az emberek. Így nem nagyon sétálnak így az utcán. Mennek nem. A parkba sétálni, vagy shoppingra. Ez mekkora ház? Lehet, hogy ez most a wow. Nincs a tetőnek teteje. Ott ázsiaiak, sok ázsiaiak itt. Ők... látni lehet valamikor, hogy mit ültetnek, milyen plants, milyen növény, olyan, ami Ázsiában nőnek, tudod, sokszor van ilyen japán ilyen piros levelű fa, nem tudom, hogy a, olyan, mint a maple, tudod, maple vagy valami ilyesmi, és látni lehet, hogy Ázsiában itt, tudod. Ez ilyen nagy. Nem rossz hely, nézd meg, az az utca is jó, pedig nem leg úgy mondjak, látszik, hogy nem nagyon gazdag, de nem rossz. Nagyon ilyen. Olyan hely, ilyen ahol, régi. Ami nem csalogat embereket, hogy betörjenek. Nézd meg, ott bicikliznek, ott a park. Lehet, hogy ők lovagolnak is. Lehet. Bár nem láttam a jeltábla lovakról. Milyen csendes hely van. Itt aztán nincs semmi trafik. Ja. Pedig 5:31, most jön haza. Ilyen helyen kell élni és dolgozni, járni a városba. Ahol, vagy a go out, ilyen szorakozni. De élni kell ilyen helyeken, mert itt csend van, nincs tömeg, nincs trafik. Csend van, és a biztonságos is. Nézd meg a kocsi, hogy parkol, uramatyám. Wow. Nem. Én úgy félek ettől, úgy félek. Ezért kell normális helyen élni. Mielőtt beköltözöl. Ennek nagyon, ennek egy egész, ezeknek nagyon sok hely van elő. Nézd mennyi, já, de az, ha kerítést teszed, tessék, ott van neked az egész hely. Ja, de itt egy egész második ház férne oda. Nézd, milyen érdekes utca. Nagyon szokatlan, nem? Olyan, mintha valami hegyekben, amikor ja. Tud, nincs élet. Ilyen nem nagyon látsz te itt. Ja. Olyan nagyon, nagyon Bárom. Olyan... Menj egyenesen, én kíváncsi vagyok, hogy mi van itt. Egyenesen. Majd utána elfordulsz. Én csak kíváncsi vagyok, ez olyan... Ó, macska! Te láttad azt, hogy macska teledobta? Ja. Oh my god, ha az mi macskánk lenne, az már elfutott volna. Nem, ja. Nézd, mi hol vagyunk? Valami falu, valami Fogalmas hegyeken. Oh my god. Nézd, mi házok, te láttál ezt a házok, mint a cabins. Olyan, vagy 100 éves. Posta? Nézd meg, milyen házok. Jó, de ez aranyos. Ez oké, okay, ez újabb, ez látszik, hogy építettek, de ott volt egy nagyon régi. Érdekes, ilyet nem nagyon látszik. Még Santa Anában sem. Tudod, ez régi, itt jöttek, tudod miért lehet? Lehet, hogy itt volt, mert tudod, Kaliforniában arany bányák voltak. És oda, ott emberek mentek a, na, például, mikor ez a Gold Rush volt. Ja, ott, mikor már, ja, ott építették kis falu, vagy város, és utána oda hozzattak családjuk, utána boltokat, iskolák építették, és ott azért van olyan pár város, ami régi. És gondolsz, miért pont ilyen helyen ilyen régi? Tudod, ez lehet, hogy vagy az üs, vagy arany, ami itt volt, bánya, valami bánya volt, vagy... Egy szék. Ez ingyen, ez lehet elvinni, ez ingyen. Be is tették a papír, hogy free. És azért ilyen, tudod, mert például ez itt Fullerton, wow, ez messze van falu. A beach-től, Európában. Olyan fura hely, szerintem ez azóta van. Látod, nincs járda. Ja. Nézd milyen szép virág, minden. Ilyen helyen meg nem Kinyörű. Is voltam. Menj ide, nem? Nem, az utca vége. Ilyen fura, nagyon fura. Szerintem ezek a házok egyáltalán nem drágak.
De én nem laknak itt. Itt van egy csomó ház hátrafele. Ilyen egy bejárat és ilyen 3-4 ház egymással, de óriási házak. Uh-huh. Általában régi házak elég nagyok. Laposok, úgy értem egy emeletű. Milyen kaktusz? Nem tudok így kamerajzolda. Általában egy emeleti. És mivel egy emelet, hozzatesznek még egy szoba, még egy szoba, még egy szoba, és akkor olyan nagy. De nem felfelenő, hanem is elfoglalja a telket. De a két emeletes ház, ő kétszer nagyobb, de kevesebb földet foglal, és ezért neki van kert. Azért mindig a két emeletes háznak van nagyobb a kert. Ez meg milyen ház, mint valami Norvégia. Milyen szép, mi? De várj, ez egy fire station, nem? Úgy mi az? Electric, valami company? Hol vagyunk? Valami rajta volt. Nem néz Kalifornia. Nem. Ez a ház, építettek, ez gyönyörű, ezt elfogadnám. Ez? Ez a fehér. Nem rossz. De ilyen helyen, ilyen ház. Én inkább szép helyen kis házból laknék, mint így. Wow. Aranyos, szép ház volt. Mondjuk Fullerton, ez mennyi volt tőlünk? 20 perc, nem? Ez is aranyos. Na jó, ez egy régi valami kunyha. Fel lehet újítani kicsit. Nézd meg, valamelyik ház újabb. Felépítették, lebontanak a Verumbolnak a régit. De sok, nagyon régi. Olyan, mint a valahol Florida. Florida, mondom, Florida olyan. Paul County, nem? Valami. Tipikus Florida style. Nem csak Florida, de ez, emlékszel, Louisiana-ban is hasonló volt ilyen, míg a Mississippi felé ott olyan voltak. Érdekes. Malvern utca. Mindig csodálkoztam, hol laknak Kaliforniában olyan sok ember, pedig drága hely, tudod. Hát tessék, itt laknak, vigyázz. Itt laknak, ilyen helyeken, mert az olcsó, és itt nagyobb házak vannak, és itt tudnak afford. Apartmanban laknak, ahol mi nem szoktunk nézni, olyan régi, affordable. De sok ház, sokan élnek saját házban, tudod? Mindig csodálkoztam, hogy lehet, hogy tudnak megengedni házat, pedig dolgoznak valami tudod, ilyen egyszerű munkák. Hát örököltek. Sokan örökölnek, tudod? Vagy vették akkor, mikor leesettek az árat, vagy régen vették, amikor itt még normális árak voltak. 80-as években itt senki nem jött ide, innen mentek el. Itt nem volt se technology, se business, semmi, egy ilyen pusztaság volt. Nézd meg, mit mondjad. Ennek az anyja most halt meg egy előző hónapban, és ővé lett a ház. No, tessék. És nem tudom, mennyi kell fizetni, ez valami 20%. Várom, de ők már egész életében ott az övé házuk. Szerintem, aki is van fizetve. Nem, hogy ha valaki öröklésért kell fizetni. Persze, hogy 10 vagy 20% százalék. Nem emlékszem. Mivel ez a pandemic volt, nem is tudta a temetést csinálni. Kellett cremate. Ő Covid-tól meghalt? Nem, ő ráktól halt meg. De nem tudtak temetést csinálni. Ja, de riots, a protestekre azt tudnak menni. Oda szabad. Boltba betörni. Mi a temetés nem lehet, de mehetnek utcára maszk nélkül. Ja. És most mi nem tudunk Európába menni. Mi ott? Úgy már ment minden lefele, ja, és minden normális lett, kinyíltak a businesses, voltak minden, és nesze. Francia gyermek, komolyan. Francia gyermek. Hát nagyon, figyelj, nekem ki van, gondolj, most nekem kell ez a deal. A jegyeket cancel, a hoteleket, egy csomó hotel volt, minden más ma. Gondolj, és én töltöttem egy csomó idő planeten. Ja. Mondtam, hogy csinálok egy találkozót, jöjjenek. És máskor mész, ez már nem lesz olyan árba neked, vagy nem lesz abban a hotelban hely, vagy kell nem ebben az időben kell, szóval jól érted? Nem vagyok happy ezzel. Nem csak nekünk, én beszéltem egy fiúval, kutyával sétáltam, és ott volt szomszéd fiú, azt mondta, hogy ők Görögországban, anyja is, ő cancelled Görögországban utazás, mert
Görögország kinyílt és újra bezárt. Igen. Amerikáik nem engednek. És gondolj, kell minden... Jó, hogy nekünk valamit adnak vissza pénzt, mert tudod... Mi fizetünk egy kicsit többet, drágább hogy jegyeket vettünk. De nem minden. Valamelyik szállod a Pesten... Hogy olyan legyen, hogy lehet öt még... Cancelják. Ja. De a Pesten a szállod az egyik nem. Úgyhogy veszíteni fogunk egy csomó pénzt, nem tudom, pár száz dollár, ez már oda. Plusz nekem kell újra tölteni heteket, nem tudom, nagyon sok idő, hogy újra tervezni, mert kell számolni idő, mennyi idő alatt odaérsz, mikor oda, ez a repülőgép, ez még az, ez még az. Ez munka, sok idő, és nekem erre teljesen nincs időm. Ez micsoda? Ez szerintem itt vagyunk downtown Fullertonba. Valami historical. Ja, ott volt egy mozi. Uba tuba. Acai. Acai. City Point, ja, ez valami downtown. Pomona Avenue. Menjünk valami ide. Régi ilyen épületek, menjünk nézzünk össze. Go there, ott valami church. Érdekes, nézni, érdekes, ha? Fullerton Museum Center Parking Trend. Ez mi? Múzeum, vagy valami medical center. Ez lehet, hogy... Medical center, valami kórház. Vagy valami. Tépül egy házikó. Érdekes, egy dentist egy ilyen helyben. Sok ilyen helyben van, ja. Ez, tudod, ez nem biztos, hogy rossz. Childcare. Gyerekeket vigyáznak napközben. Ó, akkor nincs karantén, azért vigyáznak. És utána mindjárt bezárnak újra. Ja. Most nincs ki, mindjárt újra ennyi. Érdekes, Svédországban semmi karantén nem volt, és ott nem rosszabb, mint máskor, sőt, jobb is. Mi német? Német, ja. Ez nézd meg. Wow. Ez érdekes. Ez valamikor... Japánnak néz ki. Nem, kínai. Ez kínai. Nem. Japán. Japánnak nézett ki. Japánnak, ja. Csopcs. Japán szerintem, igazad van, szerintem. Itt mindenki, ázsiai külön, például japánok, egy helyen mennek, a koreai más helyen, szóval ők nem nagyon keverednek egymással. Ott aztán vannak ilyen racist, hogy utálnak azokat, ami, tudod kiket nem szeretik? Én most viccen kívül ezt olvastam, nem szeretik a... vietnámiak nagyon büszkék, hogy ők fehér a bőrük. És ők, nem, ők lenézik azokat, aki Burmából jön, aki Myanmar, ez a Burma, Myanmar. Vagy... Tattoo manyita van, nézd meg, de várja, mindjárt be fog zárni újra. Szóval, aki sötét, tudod, indiai, ilyen, Malajzsa, ők így különbséget tesznek. Ja, ez a downtown folyató, itt van egy ilyen olasz pár étterem, és mellett van Irish. Cellar. Slice. Dining and cocktails. Villa del Sol. Itt kell leparkolni és felfedezni. Lesznek egy csomó Csepen. Fesztiválok. Hallott? Eper Fesztivál, Alma Fesztivál. Kéne menni, ha még nyitva van. Görög Fesztivál. Emlékszem, voltunk? Kucsalát bezárták. Mi az a kucsala valami? Hallottam, hogy valami kucsala. Ott felépnek műzésen. Oké. Anyám nem tudja, mi az a kucsala. Na jó. Nekem úgy hangzik, mint Csicsulina. Kucsala. Ez másik generation, okay, tudod? Frustring. Johnny B. a violin volt. Furniture. Free car wash. Oké, okay, ez nem free, ez semmi nem free. Ez vegyíti. With oil change. Oké, okay, yeah, szóval kell olajra cserélni, és kapsz egy ingyen. Mm-hmm. Ami jó. Nem rossz. Ja, yeah, 10 dollár egy mosás, úgyhogy 10 dollár. Ja. Yeah. Bang. Fejebb ment a benzin. Black Bear Diner. Matiki az... Island Barbecue. Matiki, ez valami Hawaii, nem? Van a... Big Bear Be. Well, okay. We're making lots of pancakes. Kalória. Uh-huh. Carbs. Yes. Szénhidrát. Adzi. Dagadik lesz. Yum. Give me. Nem. Maradj ilyen. 2.79 a benzin. Ja.
fejemben? 5,99-ért lehet hamburger, üdítő és krumpli kapni. Black Bear Diner. Ők nyitva voltak. Ők nem zártak, de ilyen csugó. Mondjuk most is csugó van. Ralph's. Nagyon jó volt. Aha. Nem legolcsóbb, de nem, nem drága. Olyan, mint... Oké, okay, normális. Karate Academy. Na, sok kínai lakik itt, sok ázsia, úgy értem. Itt van fireworks. A petárdak, a petárdak. Ja, videóban láttam, ahogy petárdakkal lőttek a hajléktalanra. Szegény ember. Úgyis a sors megverte őt, és még ezek is rátámadtak, gondolj. Milyen világban élünk. Ó, itt van shrimp. Mi? A Sizzler, van steak and shrimp. Valami deal van nekik. 11 dollár láttam. Ott itt van AAA, nézd meg, amit mondtam, hogy amikor... Auto Club Insurance. Ilyen biztosítás. Hova megyünk, baj? Los Angeles, vagy hova? I don't know. Hol vagyunk? Te tudod, milyen utca? Ez egy kórház. Szent Judas. Táblak változott, ez a másik. Mi más város? Fogalmam sincs, mi ez. Mi ezen az utcán mi már mentünk, csak arrébb. Basztan Csúri. Csimicsúri. CVS, ez egy patika. Ott lehet venni bicikli, piát, ott lehet venni a nem csak sör, bor, de olyan erősebb piát is. Gyógyszer, cigi. Hajfesték. Kutya, macska, kaja. Sok minden, és ez patika. Ez patika. Lábkörömre szelő. Minden. Tejet, ilyen. Tej. Szuvenír. Tojás is. Ilyen tengerparti cucc. Van olyan ilyen boiled egg, hogy milyen főtt tojás. Meg egy kis ilyen szendvicsek, készített szendvicsek. Milyen régi zúd, mi? Olyan fura, ugye? Olyan... olyan szokatlan, ilyen... Nagyon rossz. Már régóta nem csináltak. Itt rendszeresen csinálják az utakat, általában 10 éventeként. De ez ilyen, nem tudom, nem valami jó. De ott van valami parkni. Ott menne biciklivel le. Oh my god, csak úgy le. Eltűnt. Itt lent. Ja, tényleg. Oh my god. Ez egy park. Oh my god, ezek extreme adrenalin junkies. Én ott állni nem merek. Csak itt neven. Talában bedárva. Szerintem ez nem legrosszabb várja. Kell nekünk ide menni? Kell, most már itt vagy. Ma le tudsz fordulni. Ez nem olyan rossz. Ez csak ilyen... Csak nem menj gyors, és hát akkor... Nem mennek itt. Nem. Ez meg a parking driveway is ilyen görbe, olyan fura görbe. Itt felmenni a házba egy kis utcácska. Na, jippel kell jönni ide, akkor érdekes, de ezzel a kocsival nem nagyon. Nem fun. Új aranyos hely. De nézd, milyen aranyos hely. Nagyon. Ó, ez a ház milyen szép. Imádom ilyet. És milyen nagy. Ó, de szép. El van téve, ilyen nézd meg hegy előtt. Ó, és itt milyen csend van. Nagyon szép. Ja, csak ott már a nap. És nem jó, majd visszafele fogunk menni, mert nem tudom. Aranyos kis hely. Nem fogunk visszafele menni. Oké. Szerintem. Csak remélem nem. Visszatudunk. Menj valahova. El innen. Olyan nap. Mekkora ház. Oh my god, hova szvidelsz? Ja, ma be is van ütve már. Oh, Jesus Christ. Oh my god. Ez nem igaz. Menjünk innen. Hova? És milyen gyorsan megy, ez komolyan, ez valami bolond. Nézd rá. Ja. Nem
szabad ilyen kis helyen, a kicsi helyen nagyon gyorsan menni. Nézd, milyen meseházak. Wow. Jaj. Gyönyörű. Hasonlít, ahol voltunk. Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű hely. De nem? Nézd, milyen igényes. Nézd meg az út. Nézd meg mindenhol ilyen ápol, tiszta voltunk. Minden. Hol voltunk? Itt voltunk, nem voltunk ott az a box, látom, ami mondta, hogy hol néz ki, mint a... Itt a szék! Florida. Itt a szék! Oh my god. Várja, mi biztos, hogy nekünk tetszett onnan? De tetszett nekünk, mert nagyon szép hely. Valahogyan megy innen. Ott a szék! Hogyan? Elmentem már vagy 15 kilométer. Csinálj a home, és akkor kivezet. De nézd, milyen jó házak. És mekkora föld van neki. Wow, nekem kell háza ilyen földön. Na. Nézd, milyen mennyi sok. Mi az, hogy oda? Menj egyenesen, Istenem, meglátod. És nézd, milyen gyönyörű hely. Gyönyörű hely. Na jó. Valami nagyon ismerős volt a föld. Nekem nem, nekem a szék. Mert itt innen, én nem tudom. Hogy kerültök, figyelj, nagy Fullerton is újra ugyanerre az utcára. Pedig nem onnan bejöttünk. Nem. Teljesen máshonnan. Ez a bicikli láttam a postaládon. Látod, itt bejárat valakinek házra. Oh, wow. Postás. Szerencsétlen. Nézd, milyen szép ház. Gyönyörű hely. Mondom, wow, semmi baj nincs ennek a helynek. Régi, de itt van, tessék, ez a norvégiai valami business. De miért menjünk ugyanoda? Menjünk el? Hát most megyek, akkor valamit csináltam. Mindjárt a harmadszor látod a széket, akkor ide fogsz költözni. Ha elviszem magammal a széket. Ja, pont neked kell, tudod, itt van a ház, ami tetszett neked. Itt volt a ház, ami tetszett. Nem, ez fun lenne, ha még egyszer látjuk. Ja, ezt itt mondtuk, hogy valami Florida pénzt. Ja. Ma sok zöld azért, nem? De sok olyan, zöld. A fa is ugyanolyan típusú pánfa. Várja, itt fordult a jobbra, ja. Sokáig álltunk, ja, oké. Okay. Szóval a széket nem fogom hazavinni, nem ma legalább. És ennek a videónak ennyi, megnézzük Fullerton, hogy hogy néznek ki házak, hol laknak emberek. Ez nem nagyon középső nem volt. Rossz hely, nem rossz hely, volt aranyos hely. Ja. Nem volt drága hely. Okay. Nagyon, nagyon jó volt, ja, szerintem. Elég nyugalmas hely volt. Nagyon. Legalábbis ez a rész. Ja. Úgyhogy remélem tetszett a videó, tudod, ott lenni, itt kell csinálni. És majd nézd meg az első rész ennek. És a folytatás valami. Ja. Viszlát! Viszlát!